A hét elején Genfben került sor az Európai Klubok Szövetségének ülésére, melyen a Ferencvárosi Torna Klubot Orosz Pál vezérigazgató képviselte. Az eseményen a szervezet elnöke Karl-Heinz Rummenigge mellett meghívott vendégként Michel Platini, az UEFA elnöke is részt vett. Klubunk azon európai egyesületek táborát gyarapítja, amely tagot delegálhat a kontinentális klubfutball irányításának és fejlesztésének bizottságaiba. Orosz Pál elsőként a kommunikációs és marketing bizottság megbeszéléséről számolt be honlapunknak. Megtudtuk azt, hogy az idei Bajnokok Ligája szezont összességében televízió 4,2 milliárdan látták, ami egy óriási szám, és az Európa Liga mérkőzéseit is 1,1 milliárd néző nézte meg, ami megint egy nagyon nagy szám, és ebből láthatjuk, hogy ez a két sorozat ez milyen hatalmas marketing erővel bír. És az Európa Ligánál nagyon odafigyelnek most arra, amit mi is javasoltunk már több alkalommal, hogy válasszák külön az arculatát nagyon markánsan az Európa Ligának és a Bajnokok Ligájának, illetve az egész kommunikációt külön csinálják mindenféleképpen, mert ne legyen az érzés, hogy az Európa Liga az tulajdonképpen a vesztesek ligája. Megbeszéltük azt, hogy az elkövetkező szezonnak a tévértékesítési jogai hogy lesznek, és szó esett még arról, hogy az Európa Ligában az elkövetkező időszakban lesz változás olyan szempontból, hogy kötelező lesz a LED reklám a stadionokban, illetve arról is volt szó, hogy az edzőknek a mérkőzés után rendelkezésre kell állni egy rövid interjúra. A bizottsági üléseket követő közgyűlés egyik fő napirendi pontja az úgynevezett pénzügyi fair play rendszere volt, melynek lényege, hogy a klubok kiadásainak mértéke nem haladhatja meg a bevételek összegét. Orosz Pál ennek kapcsán már konkrétumokról is beszámolhatott. Már van olyan csapat, aki nem lett kifizetve, mert a Financial Fair Play feltételeinek nem tett eleget. Itt nagyságrendileg nem egy csapatról, egy több csapatról van szó, és 24 millió eurós összeg az, ami vissza lett tartva, ez 24 millió euró viszont szét lesz osztva a többi csapat között. Mégpedig olyan módon, hogy azok között, a csapatok között, akik elindultak az Európa Liga vagy a Bajnokok Ligája versenysorozatban, a 80% azok között lesz szétosztva, akik nem jutottak be a group stage-be, tehát a csoportkörökbe, a 20% pedig azok között lesz szétosztva, akik bejutottak a csoportkörökbe, ez a 80%-ba tartozik bele a Fradi is. Nagyságrendileg 10 milliós összegre számíthatunk onnan is, amin úgy gondolom, hogy egy jó dolog. Valamint nagyon fontos az, hogy újra állást foglalt az UEFA és a European Club Association közösen a bundázások, az úgynevezett match fixing és az ehhez kapcsolódó illegális fogadások lehetősége ellen. Egy óriási nagy falat aláírtunk, ahol minden klubnak, a Ferencvárosnak is ott volt a logója, és mellett aláírtuk, hogy mi mindent meg fogunk tenni azért, hogy a mi környezetünk ne fordulhasson elő a jövőben sem. Az Európai Klubok Szövetségének egyik törekvése, hogy a Bajnokok Ligája mellett kellő rangot teremtsen a kontinens második számú sorozatának, az Európa Ligának. A Bajnokok Ligájában sokkal több pénzt lehet keresni, ez evidens, de az Európa Ligában is lehet pénzt keresni, amellett, hogy presztízs értéke is van. Természetesen a kisebb csapatoknak, a Fradi igenis nagy csapat, de a jelen pillanatban a játékerő alapján kisebb csapatoknak az a céljuk, hogy az Európa Liga csoportkörébe bekerüljenek, és most pont új szponzorok is fognak jönni az Európa Ligába, tehát egy nagyon-nagyon komoly munkát végez az UEFA és a European Club Association is azért, hogy a presztízs ennek a versenysorozatnak még jobban felhúzza, és azoknak a csapatoknak, akik benne vannak, lehetőséget biztosítson mind anyagilag, mind más formában.